Larrynek hívják a szerepet, mármint a Larry figuráját játszom, egy dermatológus, magyarul bőrgyógyász egy állami kórházban, és magán viseli itt az orvosoknak azt a fajta fásultságát, amikor minden nap a Berkeley-ben dolgoznak, egyébként pedig egy hedonista, tehát abszolút megpróbálja és meg is teszi, hogy kiélvezi az életet. Ez megnyilvánul abban legfőképpen, hogy gyakorlatilag úgy gondolja, és ez egy nagy hiba mindenkinél, hogy azt csinál, amit akar. És mindenféle következmény nélkül mindent leplezetlenül kimond. Ebben igaza van, én egyetértek vele, de nagy a veszély, illetve ott rontja el mindig, hogy egy kérdéssel többet tesz fel. Tehát amikor már bele kéne nyugodni abba, amit tud, akkor ő addig forszírozza, míg meg nem tudja a valódi igazságot. Tehát abban mindig azokat, sosem a kapcsolat klasszikusan szép kezdetét látjuk, hanem mindig egy szakítás után mi pontosan egy kereszt utat kapunk el, amikor megváltozik az életük.